Üresek még a csoportszobák és a kiszolgáló helyiségek, de augusztusra minden játék és szükséges használati tárgy beszerzését elvégzik az augusztus 20-a téren álló új bölcsödében. Kozár Mislány Fészek lakótelepének szívében egy év alatt épült fel az intézmény. Közel 50 új bölcsöde, illetve óvoda épült, vagy újultak meg régi intézmények. Mindez annak a jele, hogy a magyar kormány és a megyei önkormányzat is kiemelten támogatja gyermeket vállaló és gyermeket nevelő családokat, hiszen minden olyan kisgyermek elhelyezést biztosító intézmény fejlesztése, azt éppen a gyermekes családoknak a támogatását jelenti, és egyben befektetést a jövőbe. Hoppá Péter, országgyűlési képviselő megnyitó beszédében is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a születésszámok növekedése. Mint mondta, javuló tendencia látszik abban is, hogy milyen sok új gyermekek ellátásához kapcsolható intézmény létesül. Megállt a demográfiai csökkenés Magyarországon 30 év után, és arról a mélypontról elindult pozitív irányba. A legalja az 1,23% volt a termékenységi rátánk, két felnőtt személyre utó megszületett gyerek arány, és most már ez fölemelkedett 1,23-ról 1,55-re, és folyamatos emelkedésben van. Nagyon örvendezünk és bizakodunk, hogy 2022. április 3-a után is folytatható lesz majd ez a program. A belső terek és az udvar is megfelel minden 21. századi követelménynek. Tágas csoportszobák és az azokhoz tartozó vizes blokkok, kiszolgáló helyiségek is a helyi vállalkozó munkái. Egy-egy beruházás sikeréhez két dolog szükséges. Egyrészt, hogy helyben az adott helyi közösség az meg tudja fogalmazni azt, hogy mit szeretne, mik a céljai, ezeket tervekké tudja formálni. Másrészt pedig, hogy képes legyen a település vezetése olyan partneri kapcsolatokat kialakítani a térség országgyűlési képviselőjével, megyei önkormányzattal, a kormányzattal, hogy aztán ezekből a tervekből támogatás is lehessen és megvalósult beruházásokként élvezhessék az itt élők. Beiratkozáskor feltöltötték a létszámot, nagy volt az érdeklődés az új bölcsi iránt, ezért várható, hogy az épület mellett rendelkezésre álló telken még két csoportot befogadó szárnyal egészíti ki az intézményt.